Köszöntök mindenkit! Lassan elkezdődik a Jóga Rádzsa díjátadó. Felhívom a színpadra Lázai Krisztinát, aki el fogja nekünk vezényelni. Hatalmas izgalomban várja ő is az eseményeket. Kedves jogások, kedves megjelentek! Immár hatodik alkalommal kerül sor a Baktivédanta Hittudományi Főiskola által alapított Jóga Rádzsa Kiválósági Díját, Jóga Oktatóknak díját adójára. Engedjék meg, hogy először néhány szóval bemutassam a Magyar Jóga Oktatóknak szóló Jóga Rádzsa Kiválósági Díjat. A több ezer éves múltra visszatekintő jóga gyakorlatai, elvei és értékei egyre több ember oktatja világszerte és Magyarországon is. A Jóga Rádzsa Kiválósági Díj és a Jóga Rádzsa Közönség Díj hazánkban az első és egyedülálló elismerés a jogával foglalkozó körében. A díj alapítója a Baktivédanta Hittudományi Főiskola, már több mint 10 éve oktat, államilag elismert, akkreditált képzés keretén belül diplomás jogaoktatókat, ezzel emelve a hazai jogaoktatás színvonalát és megbecsülését. Alapító szervezete a Magyar Jogaoktatók Szövetsége Egyesületnek, és a két szervezet közös együttműködése hozta létre a tradicionális jogaiskolák fesztiválját, a Jóga Fesztet. A Baktivédanta Hittudományi Főiskola azzal a céllal alapította meg a díjat, hogy anyagi és erkölcsi támogatásban részesítse azokat az itthon tanító magyar jogaoktatókat, akik oktatói tevékenységükkel, életvitelükkel, figyelemre méltó szakmai tudásukkal és joga iránti elkötelezettségükkel valódi példát nyújtanak társadalmunk számára. A széleskörű szakmai véleményeket megfogadva 2017-ben megalapítottuk a Jóga Rádzsa Kiválósági Díj mellett a Jóga Rádzsa Közönség Díjat is, így ketté választottuk a szakmai bizottság és a jogás társadalom véleményét. Az idei évben ismét több ezer internet felhasználóhoz jutott el a Jóga Rádzsa Díjak oldala, amin keresztül 36 egyéni ajánlás és egy szervezet ajánlása érkezett be hozzánk. Ebből 10 jóga oktató érte el az elegendő ajánlást, és 6-an fogadták el a felkérést és pályáztak. A szakmai bizottság közülük választotta ki a Jóga Rádzsa Kiválósági Díjast idén márciusban, és 5 főt indított el a Jóga Rádzsa Közönség Díj szavazásán. Ez alkalommal több mint 600-an voksoltak. Most pedig szeretném felkérni dr. Tóth Soma Lászlót, Góra Krisna Dász, a Jóga Rádzsa Kiválósági Díj szakmai elnökét, hogy jelentse be a Jóga Rádzsa Kiválósági Díj és a Jóga Rádzsa Közönség Díj nyertesét, és dr. Rátkai Gergő Péter, Góra Szundara Kripa Mólya Dász, a Baktivédanta Hittudományi Főiskola rektorát, hogy adja át a díjazottaknak az elismerő oklevelet és a díjakhoz járó 1000, illetve 500 eurós díjakat. Megmondom őszintén, mi is nagy izgalommal néztük a szavazás eredményét, és hát ami már nyilvános információ, kérném szépen a Jóga Rádzsa Díj 2022-es évben a Jóga Rádzsa Díj nyertesét, Szaraszati Kereskeserő Alkától fáradjon ki a pódiumra. Engedjétek meg, thank you.
pár szót mondanék róla, ő a Sri Ananda Yoga tradíciónak a jelens képviselője, sőt a Sri Ananda Magyarországi Sri Ananda közösségnek a vezetője is. 2006 óta oktat jogát, szinte a joga elméletét gyakorolja ki a statusájának, minden területén képviseli ezt a hagyományt, hatha joga, csakaralmi, záró jogát, meditációt, pranayam órákat, tehát tényleg egy politisztora joga területén. 96-ban találkozott először a jogával, 2005-ben jelentkezett a Sri Ananda Yoga Központ jogamutatói képzésére, és ennek az elvégzése után 2006-ban alakította meg a Shanti Yoga Szigetet. Hát azóta már a Yoga Sziget rendszer alakult Magyarországon. Kapcsolatot épített külföldi Sri Ananda Yoga szervezetekkel. 2010-től többször több hetet töltött a Rishikeshi Sri Ananda Ashramban. 2012-ben megválasztották a Magyar Jogalkotók Szövetsége titkárának, majd 2013-tól lett az elnöke a Joga Szövetségnek 2020-ig, és 2019-ben kapták fel a főhős tudjátsíval a központnak a vezetésére, amelyet 2020-ban társaiktól vezetett. És hát ami egy jogalkotó életében nagyon fontos, nem csak az ilyen kiváló jogalkotók életében, de a kezdő jogalkotók életében is, hogy valamit így visszaadjanak a legfelsőbb úrnak, illetve az emberiségnek. Szóval önzetlen szolgálatként szereztet, és rengeteg dolgot csinált és csinál, heti rendszerességgel tart, teljesen ennek szolgáltatás nélkül dolgozott ki a túlból, hirtelen esteket tart, különböző előadásokra, sőt még jogalkotók, a közösségben a jogalkotók képzésében is úgy részt vesz. A napi szárdanájában a joga fizikai aspektusai mellett, a tásztantanáján gyakorlás mellett helyett a meditáció, a szentírások tanulmányozását mellett. Mindazt, amit tanít, az gyakorolja is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy méltó, különösen méltó személy, a dialógia több világban is. Nagyon szépen köszönjük a csodálatos munkásságodat, és további sikeres éveket kívánunk, és a rendszeres kapcsolatot velünk a jóra tesztem, a jóra konferencián és a tanulási területen. Köszönjük szépen! Döntötte el azt, hogy ezt a Yoga Rádzsa közönség díjat Kovács Kali díjatóval alapítója teljes életű autistákért alapítványnak, és nagyon sok területen végig önzetlen tevékenységeket, rászorulóknak ingyen jogolórákat tartani, konzultáció felajánlásával segíti a rászoruló embereket, és ő is akkor szereztetni a napi számolára. Tényleg a joga teljes aspektusát, fizikai, mentális lehetőségeket gyakorolja, meg is gratulálom sok szeretettel, és tényleg kívánom azt, hogy hát csak úgy találkozunk. Köszönjük szépen!
Több ilyen.